kívánok! Jó estét! Kedves hölgyeim és uraim! Szabó Elemér vagyok, az est házigazdája, és rögtön hagyj mutassam be vendégünket, Osda Erikát, színésznőt, aki dramaturg is, és számtalan műfajban tevékenykedsz, hogyha jól tudom, hogy írással, filmkritikával is foglalkozol, és műsorvezetéssel, szerkesztéssel, ha jól olvastam. Tehát ez több fórumon kapcsolja össze a művészeti, kulturális életet és a tömegkommunikáció világát, ha lehet így kifejeznem. Elsősorban azért örülünk az ő látogatásának, mert egy különleges alkalom, ilyen még nem volt a sorozatban, hogy a Budapesti Iskola filmjei kapcsán voltak rendezők, volt operatőr, teoretikus, de valójában tényleg egy civil szereplő, és ezt hangsúlyoznám, hogy civil szereplő, aki első kézből, testközelből tud nekünk élményszerűen mesélni erről a ma esti filmről, melynek a címe Ad király katonát. Rögtön is meg is kérdezném Erikát, hogy milyen élmény volt, ha visszatekintesz erre a igaz régen, de hogy milyen élmény volt 16-17 évesen filmezni egy filmgyári stábbal, és bekerülni, belecsöppenni egy ilyen projektbe, mai szóval. Úgy kerültem a filmbe, hogy mentem az utcán, a Felszab téren, cipeltem az a karácsonyi ajándékokat, és egy hosszú fekete kabát volt rajtam. Ideig ért a kapucni, innen kezdődött a sál. És egyszer csak odalépett egy férfi, és azt kérdezte, hogy nem akarsz filmben játszani? És mondtam, hogy nem, én jól leszek, én mindent megcsinálok, csak hagyom békén. De nem hagyott békén, jött velem, követett, felszállt velem a metróra, és csak mondta, hogy a dramatúr, meg a gyártásvezető, meg a nem tudom. Nem is értettem, amit beszél. És hogy Erdős Pár rendezni. Tényleg? Azt se tudtam, hogy kiről van szó. És csak mondta, és már én tudtam, hogy mindjárt leszárok, és kérdeztem, hogy ha valamit megígér, akkor megtartja? Mondta, hogy igen. Mondom, jó, bemegyek a filmgyárba, hogyha megvár a buszmegállónál. Ezt tudtam kitalálni. Meg gondoltam, hogy ha ott lesz a buszmegállónál, akkor bevisz a filmgyárba, és akkor ez már egy biztos dolog. Valamit valamiért. Nem volt ott a buszmegállóban, de volt egy kedvenc színészem, és gondoltam, ha már itt járok, bemegyek, hátra összetalálkozom vele. Soha nem fogom megmondani, hogy ki az a színész. Meg se kérdezzék. És bementem a filmgyárba, és akkor ott összetalálkoztunk, fölvitt az első emeletre, és ott már ült 7 lány. És mindenki nagyon szerette a történelmet, a magyart, mindenki kihúzva ott üldögélt. Én meg ugyanebben a kabátból tudtam, jó Isten, hová keveredtem már megint. És egyszer csak nem tudom, valamin ott elkezdtem vihorászni. És akkor kérdezte az asszisztens, Jeli Feri, hogy na te Vigyori, te ki vagy? Én vagyok az Osda. És mondták, hogy akkor ezt küldjék be az Erdőshöz. És beküldtek Erdős Pálhoz, ő nézegette a lányokat, beszélgettünk. Nem voltam nagyon udvarias kislány, inkább konok. És akkor ő ott így ismeretlenül elkezdett velem beszélgetni, és mondjuk a negyedik kérdése az volt, hogy és hogy vannak a fiúk? És mondom, és a maga felesége? Tehát úgy nem igazán találtunk rögtön egymásra, és én nem tudtam, hogy ilyen lányt keresnek, viszont ilyen kis egyszerűt. És volt egy helyzetgyakorlat, hogy mi ketten az Erdőssel megismerkedünk egy este, és én teherbe esem tőle, és utána elmegyek az ő munkahelyére, és pénzt kérek a küretre. És itt kezdődött a jelenet, hogy kopogok, bemegyek, és kérek, elmondom, hogy ez van, és hát, hogy kéne némi pénz. És erre azt mondja nekem, hogy cipőre kéne a pénz, mi? Cipőre. És ott helybe úgy elküldtem a francba, ahogy kell, és megkaptam a szerepet. Ez kellett. De hozzá kell tegyem, hogy előtte már találtak egy lányt, ma nem emlékszem rá, hogy hívják, lesz majd egy jelenet, amikor valami posta, vagy valaki megy, vagy hazautazik, vagy valami ilyesmi. Azt a lányt kiválasztották. Uh-huh.
Már aláírtam. Férhez megy a falujába is hazaküzdik nem, a szállásra. Nem, egy másik. És őt már kiválasztották, de még az erdős azt mondta, hogy nem, még keressünk. És akkor így találtak rám. És ezek a helyzetgyakorlatok, szituációgyakorlatok, ezek rendszeresek voltak? Tehát volt próba egy jelenet előtt, hogy ezeket, vagy a színész vezetés, erre akarok térni, hogy ebben a filmben hogyan működött ez a közös munka? Jó, ezt igazából a végén kellett volna elmondjuk. Ez a film úgy készült, hogy volt egy forgatókönyv, de nem volt dialóg. Tehát minden szereplő improvizálta a szöveget. Megmondták, hogy na, most az a jelenet jön, hogy te ide bejössz, és hogy ti beszélgettek, és akkor itt összevesztek, nem vesztek, vagy nem tudom, és kimész. Tehát nem kaptunk leírt szöveget, mindenki hozta, ahonnan jött. Általában olyan szereplőket kerestek, akinek az volt a foglalkozása. Tehát az autószerelő volt, nem tudom, próbálták, nem mindenki így volt. Hát te esetetben ez nem igaz egyáltalán. Igen. Volt is egy helyzetgyakorlat, hogy a fiú, ülünk egy szobában, és ő egyre inkább közeledik. És én meg hárítok, és már nem tudtam mit mondani, és azt mondtam neki, hogy tudod mit, Sanyi, sakkozzunk. Erre az erdős, állj az egész. Mondom, mi a baj? Hát szövőlány nem sakkozik. Ha mi, hát a kultúrban nincs sakkbajnokság. De nem, tehát az egész agyamat át kellett állítani arra, hogy itt egy szövőlány üzemmódba kellett átmenni. Tehát azt kellett mondani, amit egy igazi szövőlány mondhat. De csináltak olyan helyzetgyakorlatot, ez egy másik lányjal volt, hogy ő tudja, hogy mit jelent az a szó, hogy vamp, én meg nem tudom. És ezt kellett először kedvesen, aztán egyre harciasabban kiszedni belőle. Tehát akkor maga... Ez egy ilyen érzelemátvitel miatt volt, hogy lássák, hogy honnan, hová tud eljutni az ember. Tehát maga a dialóg nem volt megírva, de a forgatókönyvet te olvastad kezedbe volt, vagy esetleg bármilyen háttértanulmány, amit... Mert nem, forgatókönyvet adtak. Tehát úgy nagyjából tudtuk, hogy miről szól a film, hogy lesz majd a szegény fiú, a gazdag fiú, meg a gyerek, meg elviszi, meg nem tudom. Ezt tudtuk. De azt, hogy abban a jelenetben ki mit fog, a másik mit fog mondani, és arra majd mi mit fogunk mondani, azt előre senki nem tudta. Ezért is volt probléma, hogyha mondjuk egy jelenetet többször vettek fel, hát ugye ez... akkor még nem volt ilyen modern a technika, Kodak filmre dolgoztak, és minden film kapott X hosszúságú Kodakot. Ha az elfogyott, akkor jött a könyörgés, hogy kéne még 200 méter. És velem az volt a probléma, hogy én nagyon nevetős voltam. Tehát ha egy jelenetet elnevettem, akkor mindig megkérdezték, hogy a nagybácsikád a Kodaknál dolgozik. Na, ez még jobban tetszett nekem, ezen még jobban nevettem, és rövidlátó voltam, tehát ha volt egy jelenet, hogy messziről indítottak, én jövök egy utcán, és ott áldogáltam, és még gondoltam is, hogy miért nem csináljuk. És jön az asszisztens, mondja, hogy mi van? Mondom, hogy mi van, hát miért nem indulok? Hát, hogy ő integetett, hát én mondom, azt nem, abból semmit. Úgyhogy elkezdett ugrálva integetni, azt láttam, ez is nagyon tetszett, kezdhettük előről az egészet. Úgyhogy mindig ezt kérdezték, hogy a bácsikám a Kodaknál dolgozik-e. Hát ez a belső mosoly, vagy hogy is mondjam, ez a tűz azért átjön a filmben, hiába. Tehát mindenképpen ugye dacos, lázadó, vagy konok, ahogy mondtad a karakter, de mégis él benne egy tűz. Talán pontosan ahogy meglátotta a szervező, a szemet kint volt. Tehát a szemek nagyon fontosak szerintem ebben a filmben. Ez a belső tűz, ez átjön egy olyan, az lehet kérdezhetek egy ilyet, hogy talán van ennek egy olyan dramaturgiai mélysége, hogy pont ez a belső jellem, belső tűz, vagy ez a belső mosoly, ami teljes kontrasztban áll a rendszerrel, és valójában nagyon mélyről, így működik ennek a filmnek a társadalom kritikája, tehát rád van építve ez a te játékodra van építve ez a film. Nem is annyira, hiába megírt nagyon ez a történet. Ezt majd én fogom önöktől megkérdezni, hogy ha tetszett a film, miért tetszett. Ez nagyon nagy siker volt ez a film. Ez Kirgiztől New Yorkig bejárta a világot, rengeteg díjat kapott, de az Ökumenikustól a mindent. Cannes-i díjas film, megkapta a aranykamerát, az aranykamerát, ami azt jelenti, hogy
hogy kaptak egy kamerát, amit itthon eladtak. Nekem nem adtak belőle. De ez egy Cannes-i díjas film, de nagyon sok díjat kapott. Úgyhogy én a mai napig nem értem, hogy miért szeretik az emberek ezt a filmet. Tehát én utána még játszottam Erdősnél 4 filmben, de valahogy mindenki erre emlékszik. A film egy dokumentumfilmmel kezdődik, amit Erdős csinált. Azt te láttad? Ezt a valami mást? Hát erre már így nem emlékszem, lehet, hogy láttam. De a lényege az, hogy ő nagyon sok mély interjút készített szövőlányokkal, és abból gyúrták össze ezt a Jutka nevű lányt, az ő történetét, és gondolom ezért tette oda elé az ő saját dokumentumfilmet, mintha egy dokumentumfilmet folytatna is. Mert ugye ez nem egy dokumentumfilm, hiába fekete-fehér, lehetett volna már színes, mert nem olyan régi, már akkor volt színes film, csak azt gondolták, hogy ehhez a műfajhoz, ehhez a történethez jobban illik a fekete-fehér. Én látva a filmet, bár majd a film végén mehetnénk bele a közönséggel együtt ennek a tüzetesebb elemzésébe, de én azt gondolom, hogy a többi, illetve a barátnő sokkal inkább, a Zsuzsa, ugye Zsuzsi, sokkal inkább egy szociológiai karakter, míg a te játékod egy nagyon, nagyon mély, azt mondom, spirituális, és tehát a jelenetek, ellenjelenetek, és tényleg a két, tehát a barátnővel a két a közös történet, és ez a segítőkészség és áldozatkészség, tehát ez az, ami még a korabeli kritikákban azt mondják, hogy ritka volt abban a korszakban, hogy ez így megnyilvánult. Valószínű ez a titka, amiért világszerte szeretik, ez a segítőkészség, tehát a konokságon, dacon átütő szeretet valamelyest, ilyen kreatív erkölcs. Lehet ezt mondani, hogy a improvizatív játéknak, a improvizatív jeleneteknek, improvizált dialógusoknak valahogy ez volt a tétje, hogy egy ilyen kreatív erkölcsöt vigyél bele a te személyedben, ebbe a konstruált történetbe. Tehát, hogy amikor nem sikerültek a jelenetek, esetleg nem ez volt a tétje, hogy valahogy a szeretet működjön, akárhogy is. Hát, vagy inkább azt mondták, legyél durvább, legyél még dacosabb, még konokabb. Volt olyan is, igen, mert most így visszagondolva az 5 Erdős filmre, egy idő után már könyörögtem, hogy adjanak már egy szerepet, amiben lehet mosolyogni, bejön egy napsugár, vagy egy fény, tehát nem állandóan egy ilyen nyomoronc voltam. Börtönbe kerültem, ellopták az egyik filmbe a gyerekemet, a másikba is. Akkor elvesztett mindannyian a munkát. Tehát, hogy állandóan ilyen sötét felhők voltak, és már úgy mindig könyörögtem, hogy adjanak már valami vidám szerepet, de soha nem adtak. Soha? Soha. Valahogy rám néztek, és mindig azt látták, hogy nem tudom miért, de soha nem kaptam mosolygós lányokat. Pedig ennek ez az egész film mosolyog valahogy az egész unhappy végével, vagy drámai végével mégis egy nagyon kitartó és egy nagyon önállóan boldogságot kereső, és ez fel nem adó karakter ebben a monoton, szürke, személyiségromboló rendszerben. Hallottam, hogy volt egy nagy probléma az egyik jelenettel, a sírós jelenettel, hogy az hogy is volt pontosan? A gyermekről jutott eszembe. Igen, majd a film végén lesz. Egyébként az egy szép jelenet. Évekkel ezelőtt én is láttam, még én is meghatottam, pedig tudtam, hogy mi a vége. Egy májusi napon volt, gyönyörű idő volt, és hát tudtuk, hogy most jön a nagy jelenet, a sírós. És én csak mondtam, hogy én nem tudok sírni. Én nem fogok sírni, én nem tudok sírni. Mondta az Erdős, de fogsz. Te nem fog, de fogsz. És már letiltotta a stábot, már nem jöhetett senki a közelembe, hogy ne vihoráztak, felejtsem el, most már koncentráljak. És mondtam, hogy nem megy, akkor hozzanak hagymát. Hoztak hagymát, nem ment. Akkor kitaláltam, mondtam az asszisztensnek, van a filmben egy erőszak jelenet, nagyon utáltam. 4-szer vették fel, majd azért számolják össze, hogy mennyi rossz dolog történik velem a filmben. 4-szer vették fel,
És akkor kitaláltam, hogy az asszisztens menjen oda az erdőshöz, és mondja meg neki, hogy az erdős jöjjön oda hozzám, és mondja nekem azt, hogy hát nagy baj van, mert a laborban tönkre ment az anyag, és meg kell ismételni az erőszak jelenetet. És már mikor jött felém az erdős, már így beharapta. És amikor ezt elmondta, ő nagyon komolyan, hát annyira nevettem, hogy folyt a könnyem. És mondták, hogy ez nagyon jó, csak sírni kéne. És nem. Na jó, nincs más, kezdjük el végén, nem lehet tovább várni. Jó, én kínáltam a jelenetbe, mert majd be kell lépnem. Benn már veszekszenek, és aki még kínált velem, mondtam, hogy nem tudok sírni, nem tudok, nem fogom menni, nem tudok. És így belögtek a jelenetbe, és egy kis gyerek van még benne a jelenetben, aki egyébként a hangosnak a fia volt, hát aki ugye ma már 33-34 éves, és ezt a kis gyereket nekem többször odaadták a forgatáson, hogy barátkozzunk, ismerkedjünk. És van egy jelenet, amikor én játszom vele, nyuszi fül, meg nem tudom, és közben az apja fönn volt, már nem fért máshová, csak a szekrény tetejére. És fönn feküdt a szekrény tetején, és a gyerek állandóan fölnézett. És itt van a nyuszika, itt van a nyuszika. Tehát már ismertük egymást a gyereket, és beléptem ebbe a sírós jelenetbe, és már ott nagy vita volt, mindenki veszekedett. Megszereztem a gyereket, és ugye nem tudta, hogy miről van szó, csak így megfogta a karomat. És ettől, hogy ez a gyerek ennyire bízik bennem, vagy nem tudom, félrenyújtva, nem tudom, mi történt, én úgy értékeltem, hogy igen, engem szeret, engem akar, és elkezdtem zokogni. És akkor az megvolt. Azt is elárulom, hogy az a jelenet, amikor már külön én egyedül fetrengek egy ágyon, az már egy másik. Uh-huh. És kiabálom a bliziknek, hogy tudod, mi vagy, te egy kurva, egy kurva. Ez meg ott állt szembe, és mondta, hogy nem vagyok kurva, nem vagyok. Én megmondom, de tudod, mi vagy. Úgyhogy tudták, hogy nagyon, nagyon viogos vagyok, mindent meg is tettek mindig, hogy te azért ez egy szép jelenet, mert meglátják. Hát talán pont ezért tudtál nagyon drámai színésznő lenni. De hogy a gyermek bizalmát sírásra, vagy hatott meg, valahogy ez számomra azt is szimbolizálja, hogy tényleg a természetnek a mélyén, vagy a jellemnek a mélyén van valami olyan erőforrás, amit ez a film tényleg dokumentál. Én ezt gondolom, ez a dokumentum rétege az, ami csodálatos, és hogy ebből merítetted az energiákat ehhez a csodálatos játékhoz. Még egy kérdést tennék fel a film előtt, hogy a te pályád, utóéleted, tehát hogy ez a film mennyire varázsolt el, vagy döntötte el tényleg a érdeklődési, vagy munka lehetőségeidet. Hogyan? Mert hogy csak azért mondom, hogy nagyon sok civil szereplő eltűnik. Egy film, egy sors, és aztán nem kerül elő. És egy szörnyű dolgot tudok, hogy a Lajoska, a Csakaszél főszereplője, az a cigány fiú, aki most előzetes, vagy fiatalkorok börtönében van, ugye megjárta a berlini ezüstmedvét, megnyerte, vagy a film megnyerte, és most egy kvázi bűnöző életet él. Tehát, hogy a film és az egy közös munka erkölcsileg, Erdős Pál esetleges támogatása, hogyan hatott a te későbbi életedre? Az Agykirály után nem sokkal hívtak a Visszaszámlálás című erdősfilmbe, és mondtam, hogy én nem vállalom. Eperjes Károly lett volna a férj, és mondtam, hogy hát nem áll, hát hogy én, nem, egyszerűen nem mertem, nem akartam, vagy nem tudom. Egyébként is azt mondtam, hogy száradjon el a kezem, ha még egyszer filmben játszom, és már hívták is Cinkóczi Zsuzsát. És akkor nem tudom, na mindegy, végül is én játszottam el az Eperjes mellett a feleséget. Ezt ki is használtam, mert volt egy olyan fotó a falon, ami egy ilyen esküvői kép, és amikor azt csináltuk meleg nyári napon, akkor rajtam szép fehér ruha volt, az Eperjesen szép fehér ring, meg egy zakó, meg rövid nadrág. Mert ugye idáig volt a kép, és ebből kaptam egy kicsit, ezt bevittem a gimnáziumba, és mindenkinek mutogattam, hogy elvett az Eperje. És akkor Cserhalm is volt a férjem, egy másik filmben, a Gyilkos kedvben,
És egyik filmből estem a másikba, néhány év alatt. És én nem akartam színész lenni. De aztán azt gondoltam, hogy jó, hát ha az így megy, akkor ennyire akarják, na jó, akkor leszek színész. De igazából többen úgy gondolták, hogy én az erdő színésze vagyok. Tehát egy idő után én is azt éreztem, már az ötödik film után, hogy nem tudnak olyan helyzetbe lökni, amit ilyen improvizációval én nem tudok megoldani. Tehát már mindenhol voltam, mindenhol jártam, mindenkivel találkoztam, úgyhogy már csak vártam, hogy mi az újabb jelenet. De aztán egy idő után ez elfogyott. Akkor még hívtak ilyen filmbe, olyan filmbe, de én, ahol meg kellett tanulni három mondatot, én szerintem ott mind megbuktam. Én nem tudok úgy. Megtanultam, elmondtam. Mondták, hogy ezt honnan szalajtották. Nekem az nem ment. Tehát valahogy Erdős bele trafált abba, hogy én ezt tudom. Hoztad magad is. Azt még nem tudom. Uh-huh. És akkor egy idő után már nem volt annyi lehetőség, pedig még Csehszlovákiában is forgattam, mert akkor még az is volt. Több filmben. Aztán én nem is... Hát jelentkeztem a főiskolára, persze, azt nem vettek föl. Ezt elfelejtettem, színészakra nem vettek föl, négy főszerepben. És akkor jelentkeztem dramaturg szakra, oda fölvettek, és akkor onnantól már másfelé mentem. Te dramaturg szakon végezted a főiskolán, és akkor film után, akkor dramaturgiai szempontból térünk, akkor esetleg vissza a közönséggel együtt. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és jó szórakozást kívánok, vagy tartalmas időtöltést a következő filmhez. Krisztusi korba léphet ez a film, és valóban nagyon él. Kíváncsi lennék, hogy Erika, szerinted mi a titka, hogy ez ennyire működik, és túllép valószínű a nosztalgián, vagy a korfestő értékén, mondjuk így rosszul a múzeális értékén. Tehát amitől most is friss és üde, vagy hat. Hát itt véget ért a film, és alig tudtunk megszólalni. Hát valószínűleg az egyik titka az, hogy nagyon erős az utolsó jelenete. Tehát az ott nagyon megfogja a nézőket. Ez egyfajta ilyen kis hősöcske a maga korában, aki akar valamit, küzd állandóan, és nem jön össze. Elmondok egy történetet, hogy oldjam ezt a kis szomorú hangulatot. Nyakó Júli, aki a nővéremet játsza, meg Glizik Andrea, aki a Zsuzsi volt, aki elvitte a gyereket, ők előtte a vasárnapi szülőkben már játszottak. És Nyakó Júli mondta nekem, hogy ő a vasárnapi szülők után rengeteg szerelmes levelet kapott. Bemutatták az agykirályt, otthon ülök, negyedik emelet, várom, hogy mindjárt jön a postás, hozza a zsákot, és hozza nekem a szerelmes leveleket. Se egy levél, se egy távirat, soha. Eltelik 10-15 év, és egyre több ilyen kissé pocakos, kopaszodó férfi lép oda hozzám, és mondja, hogy Ózsda Erika, hát én olyan szerelmes voltam beléd, mi írni nem tudsz? Úgyhogy, de egy fiú írt, Franciaországból kaptam egy levelet. Ő egyébként a Josephine Bakernek volt az egyik fogadott fia. Ő írt egy nagyon szép levelet. És itt a magyar kritikák megírták, hogy a tehetséges, meg üde, Ózsda Erika, meg nem tudom, mindenféle írtak, de a francia kritikák olyan szépek voltak, ilyeneket írtak, hogy Ózsda Erika egy napsugár az életünkben, reméljük, hogy az ő életében is eljön a királyfi fehér lovon, meg nagyon szépeket írtak. Azt valaki nekem összegyűjtötte és elküldte. És én igazából azért szeretem ezt a filmet, mert soha senki rosszat nekem nem mondott róla. Tehát az, hogy én valamit nem jól csináltam, vagy az nem úgy van, vagy ezt nekem soha senki nem mondta. Hát nagyon sok erénye van valóban ennek a filmnek, és hallottam, hogy ankétokon volt, aki tényleg összekeverte a... Tehát teljesen valósnak vette a történet, és örökbe akart fogadni. Ja, igen, Ándon oda jöttek, és mondták, hogy ők szeretnének engem örökbe fogadni. És
És mondtam, hogy jó, hát nem tudom, hogy a szüleim mit szólnak hozzá, de nagyon ragasz. Egyszerűen nem tudtak elvonatkoztatni a szereptől. Uh-huh. Nem hitték el, hogy nem vagyok árva gyerek, hogy én biztos a Bányai Júlia intézetben élek, és mondtam, hogy jó. Esetleg van arról emléket, hogy hasonló társadalmi karakter, mint akit alakítasz, tehát munkáslányok, vagy tehát akiknek az életéről szól valamilyen reakció. Az én filmjeim között? Nem, hanem erre a filmre valamilyen reakciót, tehát szövőnőkről volt-e? Aztán vetítették nekik is, és uh-huh. meg a kubai lányoknak is levetítették. Hát nagyon, uh-huh. nagyon sok helyen ment a film. Ebben a filmben még csak a Nyakó meg Blizik volt, azt hiszem, mondjuk ilyen fél profi. Aztán egyre több színész is bekerült a filmbe. Új Laki Dini, Bezerédi Zoli, Eperjes Cserhalmi, színésznők is, nagyon nagy színésznők, nagyon jó színésznők. Új Laki Dini... Milyen volt profi színészekkel dolgozni? Márhogy a későbbi filmekben. Jó volt, nagyon érdekes volt, mert az Eperjes például egy hétig nem törődött bele, hogy nincs dialóg. Adják ide a forgatókönyvet, de Szami, nincsen. Ez van, hogy ez a történet, improvizálni kell. És aztán nagy nehezen szokott ő is ebbe bele. Cserhalmi meg egyszer azt kérdezte, hogy te mit mondasz? Hanem, ami eszembe jut, miért te mit mondasz? Hát, hogy itt nincs könyv, nincs. Nem szóltak neki, hogy nincs dialóg. De a Dini, Új Laki Dini-ben forgatunk, és kitalálta, forgatási szünetben játszunk olyat, hogy királyost. Ez azt jelentette, hogy gyufaszállal eldöntöttük, hogy aznap ki a király, aki ezt vállalta. És a királynak minden parancsát teljesíteni kellett. És álltam egy felvételbe, már az asszisztens azt akarta mondani, hogy felvétel, aznap Dini volt a király, mikor hallom, hogy üvölt. Ozda! És mondom az erősnek, bocsánat, mennem kell. Aki nem hitt a fülének, hogy jelenet előtt kilépek a díszletből, azonnal hagyjuk abba ezt a hülyeséget. Hát mondom, hát egy fröccsöt kell neki vinni, hát szomjas. Nem volt szomjas, kinézte, hogy melyik az a legrosszabb pillanat, amikor szólni kell, és akkor szólt. Ilyeneket játszottunk, snobliztunk rengeteget. Tehát akkor valahogy még nem az volt a szokás, hogy Stanislavski módszerrel benne marad a két jelenet között is, és úgy viselkedik, vagy úgy ül, vagy úgy kell hívni. Az emberi kapcsolatok fontosabbak voltak, mint a hát ott mindenki technikai. Jól érezte magát, igen. A történetben neked volt beleszólásod, hogy nem. Ne így legyen, vagy másképp, vagy nem? Nem. Nem. Ez akkor nem. Azt tisztáztuk mindig jelenet előtt, hogy na most ez a jelenet erről szól, te majd onnan bejössz, itt ültök le. Egyszer megcsináltam azt, hogy valakivel beszélgettem, és egyszer csak fölálltam. Azt mondja a Pop Feri az operatőr, hogy mit csinálsz? Fölállok, mert ideges vagyok. Azt mondja, ne álljál föl, mert én is ilyen alacsonyan vagyok. Tehát bizonyos dolgokat tisztázni kellett, hogy ideig mehet, itt van a képhatár, vagy ezt lehet, vagy föl lehet állni, vagy nem lehet fölállni. Meg voltak mondatok, amiket el kellett mondani. Nem emlékszem már, hogy pontosan hogy van, de van valami taxis jelenet, hogy megyünk valahova taxival, és akkor mondja, hogy mennyibe kerül. És az azért volt fontos, és még mondjuk is, hogy hú, ez 2 kiló hús ára, vagy 1 kiló hús ára, na ez azért kellett, hogy a külföld tudja, hogy be tudja azonosítani, hogy itt mi mennyibe kerül. Vagy el kellett hangozni a fontos mondatnak, ami mindenképpen. Uh-huh, tehát azt valahova uh-huh. szúrjuk be. Tehát ilyen uh-huh. instrukciókat kaptunk, meg hogy ez legyen a csúcspont, és akkor a vége meg ez legyen. De egyébként nagyon kellett figyelni a másikra, hogy mit mond. Főleg uh-huh. akkor, amikor egy jelenetet többször felvettek, és már mindenki elvesztette a fonalat, hogy most ezt már mondtam, vagy nem volt. Dicházi Dinivel volt egy nem is Dicházinak hívták, de Dini volt. 11-szer vettük föl, és a stábból már senki nem tudta, hogy az a mondat, aminek el kellett hangozni az. És akkor azt mondták, hogy valamelyikben csak benne van. Aztán benne volt.
Tehát akkor még nem lehetett, nem voltak olyan kütyük, ami visszanézik rögtön, és meg tudják nézni. Volt egy monitor, azt nézte a rendező, ha volt monitor, az se volt mindig. Úgyhogy ilyen hősiesen forgattam. Hát, hogyha ilyen társadalomtudósként nézik az emberek, akkor persze szegénységről, munkás kultúráról szólhatna, lehetne ezt elemezni, de most így a 1 kiló hús ára és a pénz előkerül. De ebben a nagy szegény sorsban, ebben a történetben a főszereplő karakter nagyon is adakozó, sosem nézi a pénzt, hogy nem kell nekem, hogy neked szükséged van rám, meg én fizettem, ne törődj vele. Nem tudom, tényleg egy ilyen nagyon adakozó karakter, de hát ez persze jellemrajzra is igaz. Csak így a pénzről. Nekem kellett fizetni? Arra emlékszem, hogy volt egy jelenet, azt én fizetni? Volt egy jelenet, hogy azt a keletiben forgattuk egy kocsmában, ahová engem be se akartak engedni, mert hogy nem voltam 18 éves, tehát úgy kellett a gyártásnak megvezetni, és még azt hiszem sört is kellett inni. A Blizzikkel van az a beszélgetés a végén, és ott mondom neki, amit úgy mondok neki, és egyszer csak hallom hátulról az erdőst, hogy üsd meg, és eredeti hang volt, tehát nem nagyon lehetett, állandóan csöndbe kellett lenni a stábnak, mert nem szinkronizálták újra a hangot, ugye, mert nem lehetett, mert improvizált szöveg volt, és mi nem tudtuk volna szinkronizálni. És hallom, hogy ősd meg! És nézed, hogy ősdem meg? Ezt feltuningoltam magam. Akkorát kapott, utána Blizzik verte az asztalt, hogy azonnal írjanak be egy jelenetet, hogy ő engem megver. De nem írtak neki. Tehát voltak olyan helyzetek, amikor így a szereplő sem tudta, hogy mi fog történni. Sőt, azt hiszem még talán olyan, nem tudom pontosan melyik, de hogy az egyiknek nem mondták meg, hogy a másik majd azt fogja mondani, hogy majd meglepődjön. És akkor ez kronológiában készült, hát a próbálták, film. Igen, pontosan azért, mert nagyon nehéz lett volna az improvizáció miatt követni, hogy van szkripter, aki írja, hogy mikor, mi történik, mit mondanak a szereplők, de ezt nagyon nehéz lett volna, hogyha össze-vissza. Tehát próbálták tartani, nem mindig sikerült, de próbálták tartani a kronológiát. Ezeket a borzasztó jeleneteket, ezeket ki statiszták lettik, ki csinálták? Melyik borzasztóra tetszik gondolom? Az... Nem én volt, ugye? Hogy nem én voltam? 4-szer is én voltam. Én bizony. Azt meséltem még az elején, hogy azt kértem, hogy mondják nekem azt, mert attól majd biztos írni fogok, hogy azt az erőszak jelenetet meg kell ismételni. Az egyik volt, mind a ketten újvidékiek voltak, ez a két kamionos. A Lajos, aki megerőszakolt, ő színész volt. Lajos színész volt. A másik, az civil volt, azt csak azért választották, mert jó fizimiskája volt. Nem történt semmi, elárulhatom. Nem. Akkoriban nem nagyon szerették, hogy ha nem színészek játszanak filmben. És akkor az erdős mindenhol azzal próbált érvelni, hogy értsék már meg, hogy egy 16 éves szövőlányt nem tud eljátszatni egy főiskolással sem, mert az is 19-20 körül van,
nem úgy néz ki, nem olyanokat vesznek fel, akik ilyen szövőlány típusúak, ugye, nem vékony, hosszúhajú, szép lányokat vesznek fel. No, de ez mindjárt elmondok egy történetet. És meg azt hiszem, hogy én ott a bizottságot eléggé megleptem. A felvételén verset kell mondani, monológot, énekelni kell, és számomra is meglepő módon táncolni is kellett. Na, azt tett be a bizottságnak. Levettem a cipőmet, és akkor valamit a zongoráztak, én meg előre tipegtem, meg hátra tipegtem. És énekelni meg egy cigánydalt énekeltem, cigányul, lehet, hogy ez sem volt egy jó választás. És a monológok is, nem tudom. Tehát, hogy a bizottság helyében én sem vettem volna fel magamat. De mindjárt a legjobb női címszereplő díját valamelyik filmen, nem ezzel? Egy igen. Másik. Nem szerették. Tehát én utána elmentem a Gornagy Mari színi tanodájába, én onnan felvételiztem a főiskolára, és mi úgy mentünk, akik onnan felvételiztünk, hogy tilos volt azt mondani, tilos volt megmondani, hogy mi oda járunk. Aki még nagyon hiteles volt, ez az utolsó főbérlő hölgy. Igen. Ahova a gyerekhez költözött. Tehát annak a hölgyek is ugyanilyen képességei voltak így hirtelen, mint hogyha nem tudom milyen profi színésznő lenne. De nekem így elsőre, tehát az összes többiről látszott, hogy kicsit így remekbe élnek a filmen, és örülnek így. Hát ennek egy titka lehetett, hogy én rövidlátó vagyok, és nem volt rajtam szemüveg, tehát engem a kamera egyáltalán nem zavart. Meg valószínűleg ez a nagyon jó magatartás, vagy hozzáállás, amivel ő így... Az én hozzáállásom az volt, hogy nem én akartam ide jönni, engem ide hívtak. Ők választottak, tehát minden felelősség az övék. Ha én nem jól csinálom, én ezt tudom. Ki mit tud elképzelni, hogy a lánynak mi a sorsa a film után. Megszavaztattam volna nagyon a közönséget, meg mindenkit, hogy mit gondol, hogy a filmnek. Mert a történet után nehéz felállni és felállítani. Hát azt hiszem, hogy az utolsó jelenet azt mutatja, hogy vissza ebbe a kataton világba és szövöget tovább. Amit egyébként nekem is meg kellett tanulnom. Itt nem, az utolsó életben már csak így csináltam, mert már csak a fej kellett, de volt, amikor ezek nagyon gyorsan pörögnek ezek az orsók, és el kell kapni őket. És rosszul kaptam el, és itt letépte a kezemről a bőr, akkor azt bekötötték, és amikor jött a jelenet, akkor azt mondták, hogy felvétel, és akkor le kellett szedni, és ugyanúgy belenyúlni a na jó, de nem voltam, nem tudom, na mindegy. De ezt meg kellett tanulni, meg bizonyos dolgokat ilyenkor meg kell tanulni az embernek. Például azt, hogy egy szövőlány. Én pedagógus szülő gyereke vagyok, Pest Erzsébeten laktunk. Én nem sokat tudtam a szövőlányokról. De hát az volt a feladat, ugye, hogy úgy kellett beszélni, úgy kellett viselkedni, és olyan helyzetekbe hoztak. Mert ez hamar kiderült, hogy kantról itt nem fogok tudni senkivel se beszélgetni. Mert másként kell gondolkozni, egyszerűen kell gondolkozni, mit szeret a szövőnő, mit csinál a szabad idejében, hová járnak, kocsmába járnak, nem színházba jártak, moziba. De egyébként a szabad idő, három műszakban dolgoztak, tehát bement, hazament, aludt, főkelt, dolgozott, hazament, aludt, ennyi volt. Szálláson laktak, pénzük nem volt, úgyhogy olyan nagy életük nem volt. Mi lett belőle, azt nem tudom. Hát igen, a rendszerben nehéz volt még egyénileg is lelki egyensúlyt vagy erkölcsi egyensúlyt találni. Hát ebbe a küzdelem, erre a küzdelemre láttunk egy példát, és azt hiszem, hogy egy gyönyörű személyiséget. Köszönjük szépen ezt a játékot, és hogy itt volt velünk Kozda Erika. Én köszönöm.